amikor így elolvastam a könyvet, ilyen nagyon átfogó képi koncepció még nem született meg elsőre, és de aztán ez így szépen a hát 3 éves készítési folyamat alatt ez így szépen azért kialakult és kikristályosodott, hogy mit szeretnénk látni. Nagyon megfogtak azok a filmek, amik nem filmszerűek, hanem olyan, mintha elbújtál volna a szobában, és megkukolnál valakit, mint hogy rejtett kamerás felvételt néznél. A Benő kezdettől fogva azt szerette volna, hogy legyen ennek egy ilyen dokumentarista jellege. Cassavetes, így kell mondani, Cassavetes filmeket nézegettünk még, hogy azokban, főleg plánozás tekintetében, hogy ott is úgy le van téve valahova a kamera, és akkor hol belógnak, hol nem lógnak, vagy szóval ilyesmi, és ebben próbáltuk megtalálni a szépet. A fényelésnél már azért nagyon tudtuk, hogy mi kéne. Mint a Benő szájából elhangzott ilyen is, az egy kicsit merész volt, meg bátor, hogy nem baj, hogyha nem látszik semmi, a feketékbe bukjon be az egész. Úgyhogy hát ez azt jelentette, hogy igyekeztünk olyan kontrasztos és olyan erős és maszkos, hogy mondjam ezt ebben. Tehát egy ilyen, igen, olyan kontrasztosra csinálni, amennyire csak lehet. Tehát ez szerintem sikerült is. Meg azért világítva is így volt, tehát hogy nem nagyon, vagy csak minimális derítés volt, tehát csak annyi, amennyi éppen a falakról visszaverődött, és éppen nem tudtuk leszedni, tehát ezt akartam, hogy egy ilyen jó, ennél a jelenlegi interjú szituációnál sokkal kevésbé felderített hatása legyen. Kezd el csukni befele, szólok, hogy felállít. Jó, hát. Ez az? Aha. Na most tök, mert van, most tök, tehát pont ahol a, ugye, középen, ahol az apának kéne ülni, ott van egy ilyen, kicsit ki van emelve. Most arra játszunk rá, hogy lyuk van. Egyébként úgy zajlott a helyszínkeresés, hogy beültünk a kocsiba, és a belsőket is így kerestük, nem a leghatékonyabb módszer, de végül is bejött, hogy mentünk, és akkor így elindultunk így a Pest agglomerációjában lévő falvaknak a köztudottan rosszabb környékeire, de konkrétan elmentünk a boltba, megkérdeztük, hogy jó napot kívánok, melyik az a környék, amerre úgy nem menne szívesen, mondta, hogy ez, és akkor mi meg oda mentünk, és akkor néztük, hogy hát az a ház jó, az a ház nem jó, és akkor így, hát így jó sokat helyszín, jó sok helyszín, tehát hogy fú, nem is tudom, hogy volt, hogy még az első forgatás előtt, azt hiszem, legalább, hogy 5-6 napot mentünk simán. Egy reggeltől estig. Hát ilyen fóliasátorszerű házak is voltak, tehát hogy igazából nem ház, hanem csak amik az erdőben vannak, ahogy megy az ember vonattal és kinéz, és látja, hogy vannak ilyen kis tákolmányok, hogy egyik oldala deszka, másik oldala fólia, meg nejlon. Az alapterületük alig nagyobb egy személyautónál. Épp azért nem is lehet egy olyan helyszínen forgatni, de megnéztük, hogy hogy néznek ki az ottani emberek, hogy élnek, elbeszélgettünk velük, készítettünk fotókat a használati tárgyaikról. Az extrém dolgok között az egyik legemlékezetesebb az az volt, mikor én kimaradtam fotózni az Zuzana, Bené meg bement, ahol is éppen összegyűlt az egész környék, és Ceglédi Kannán és elektromos gitáron zenélgettek, ez szűrődött ki, kint pedig mindegy kecskét próbáltam lefotózni, neki ki volt kötve egy ilyen sufni és garázsnak a kilincséhez, tehát egy ilyen abszolút, mint egy ilyen, filmnek valami államjelenletében lennénk, úgy nézett ki az egész. Van, ahol mondták, ó, igen, menjünk be, és akkor nyugodtan ők megmutatják, hogy hol laknak, és akkor az egyik ágyon meg ott feküdt egy ilyen ember, aki egy öreg asszony, aki ilyen teljesen magatehetetlen volt, és akkor hát nem baj, ettől még forgathatunk. Tehát így nem tudnám elképzelni, hogy a valami súlyos beteg hozzátartozom, aki már tényleg csak fekszik az ágyba, amellé egy forgatócsoportot beengednék. Azt mondják, hogy egy jó színész az bármit el tud játszani, azért bármit nem. Tehát mondjuk egy hajléktalant eljátszani szerintem egy olyan ember tud, akinek eleve ott van a nehéz élet az arcán. Akik szerepelnek benne, ők mind olyanok, akik így nehezebb sorban éltek. Laci bácsi egy hajléktalan szálón élt, és a hajléktalan színháznak a tagja. Az anya szereplő is egy mély szegénységben élő hölgy, és Matyi pedig egy koraszülött kisfiú. A Matyi szeretett valamiért, vagy hát félt is tőlem picit. Úgy éreztem, mert ha kétszer akkora voltam, mint ő, igen. De úgy jóba voltunk, meg a többet volt ő a vállamon, mint a kamera. Te
nyílt a nyakad. A felnőtt színészeknek, felnőtt szereplőknek elmeséltem ugyan nagyjából a történetét a filmnek, de forgatókönyvet nem láttak, ugyanis nem szerettem volna, hogyha a dialógusokat megtanulják és azokat mondják vissza, sőt egyes szituációkat, váratlan fordulatokat a jeleneten belül, azokat is eltitkoltam. A kisfiú szereplő még ennyit sem tudott. Tehát nem csak, hogy leír dialógust, nem látott egyik szereplő sem, a kisfiú azt se tudta, hogy miről szól a film. A szüleinek is megmondtam, hogy ne meséljék el neki, nehogy rákészüljön, nehogy színészkedjen. Matyi a vásznon igaziból él, ő úgy éli át az egész filmet, minthogyha ez vele tényleg megtörténne, ő nem színészkedik, tehát szituációkat hoztunk rétre, hogy igazi reakciókat vegyünk föl. Látom, igen, meg vagy Mátyás, látom a szemüveged, most már megláttalak, oké, fiam, meg vagy. Hogy találtál meg? Hát nagyon nehezen hozzáteszem. Amatőr gyerekszínésszel dolgozni, az egy rendkívül nagy kihívás. Hát egyrészt ugye nem nagyon lehet ismételni, tehát hogyha egyszer van egy pillanat, ami megszületik a színészi részről, mondjuk így, akkor azt nem kérhetjük azt, hogy ez ismétlődjön már még legalább így, vagy mondjuk 80%-ban így, valami kamera probléma miatt. Amikor az ennyi elhangzott, akkor még senki nem könnyebbült meg, csak akkor, amikor azt mondták, hogy nekem megvan. Na akkor igen. Tehát akkor jó, akkor Benő elfogadta. Még akkor is volt, hogy azt mondta az operatőr, hogy de nekem nem, mert itt nem látszik ez meg az, vagy azt mondta a hangmérnök, hogy nem, mert belehallatszott egy repülő, és akkor ez újra ismételni kellett, és ugyanúgy nem lehetett megismételni. Tehát megcsinálták valahogy másképp, és attól a másképptől már a következőt is kicsit másképp kellett. Tehát Benőnek a fejében ez az egész valószínűleg képkockáról képkockára megvolt, és folyamatosan változott. Tehát ahhoz, hogy attól, hogy egy jelenetet nem sikerült ugyanúgy, attól ugye az egészet át kellett írni. Attól, hogy a gyerek egyik pillanatban nem úgy viselkedett, mint ahogy ő ezt mondjuk megírta, hogy kellene viselkedni, hanem másképp, attól ez már egy másmilyen gyerek volt. 10 napos volt a forgatás, 13 perc hasznos anyag lett belőle. Azért szenvedtünk meg vele ennyire, mert amatőr szereplők voltak, és speciális módon forgattunk velük, de azt hiszem, hogy megérte.